A Hévízi Sportkör MB2-es női kézilabda együttese a Csurgó gárdáját fogadta otthonában. Mindkét csapatnak fontos volt a találkozó, és mindent meg is tettek a győzelemért. Sokáig fej-fej mellett haladt a két együttes, aztán a második félidőben városunk csapata elhúzott néhány góllal, ami végül győzelemhez vezetett. A hazai csapat így 33-26-ra verte meg a Csurgót. A bajnokság végén az idényt a harmadik helyen zárta a Hévíz. Ilyen kisebb fajta, nem is tudom, szívinfarktuson mentünk keresztül. Ugye a múlt héten a Kozár Misonyán nagyon jól játszottunk. Szerintem egy kicsit fejben már mindenkit a végét járta ugye a bajnokságnak utolsó mérkőzés. Tudtuk, hogy harmadikak lettünk a bajnokságban. Másodikak már sajnos semmiképpen nem tudtunk lenni a pontok miatt. Még egy forduló van, de nekünk ugye már nincsen több. Nagyon nehezen indult ez a mérkőzés. Ugye a másik percben a Holzberg Zsófi megsérült. A térde kiment neki, hát elvitték a mentők, reméljük, hogy semmi komolyabb sérülése nincsen. Én úgy érzem, hogy ez kicsit megzavarta a csapatot, lassúak voltunk, fásultak, fejben nem voltunk itt szerintem már, de nem tudom a lányokat ez miatt megorolni semmiképpen, mert azért itt január 5-e óta rendszeresen heti 3 edzéssel plusz mérkőzéssel, és kevesen vagyunk azért, és hála Isten nagyobb sérülések nélkül ezzel tavaszt le tudtuk játszani. 12-11-es félidő után még a másik félidő eleje egy kicsit nyögvenyelés volt, de amint elkezdtünk védekezni, ahogy mi tudunk, és az Anna is Molnár Anna elkezdett fogni egy-két labdát, megnyitottuk a védekezés 6-os falról 5-1-ben a Borsibiával elől, labdákat tudtunk szerezni, abból tudtunk lerohanás gólokat dőlni, így már azért láttuk, hogy amit mi tudunk csinálni, megjött, így végül is, ha végeredményt valaki nézi, hogy 33-26-ra nyertünk, akkor mindenki azt mondja, hogy sima mérkőzés volt, aki látta, az nem, de teljesen mindegy, nyertünk, harmadikak vagyunk, most mi május végéig edzünk mindenképpen, és utána a lányok megkapják a megérdemelt szabadságot, egy kis ünnepléssel, rémátadóval valószínű, és nagyon köszönjük mindenkinek a tavaszi munkáját, mind az edzőstábnak, mind a városnak, mind az orvosoknak, mindenkinek. Sok befektetett munka volt a dobogós hely elérésében, az egész szezont végig dolgozták keményen a hévízi lányok. Nagyon örülök a győzelemnek, és ezáltal a harmadik helynek a bajnokságban. Nagyon sokat dolgoztunk augusztus óta, úgyhogy gratulálok a lányoknak. Igazából az első fél időben nyitott védekezés ellenszerét nem igazán találtuk, az sokszor nehezen megy nekünk egyébként, és a második fél időre megbeszéltük, hogy mik azok a játékok, amit ez ellen játszani kell. Ezek összejöttek, sikerültek, úgyhogy ez, és még az, hogy a védekezésben zavaró védekezésre váltottunk, az segített ahhoz, hogy a végén azért könnyebben tudjunk nyerni. Az utolsó pár percben pedig nagyon felpörgött a csapat, minek volt ez köszönhető? Talán mindenki érezte, hogy most már ezek a bajnokság utolsó percei, és még azokat a plusz energiákat mozgosítottuk, ami maradt, úgyhogy szerintem ennek köszönhető. Harmadik hely, mit szólsz hozzá? Nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon örülök neki. Igazából középmezőnyt tűztük ki célul az év elején, és hogy a harmadik hely sikerült, ez egy nagy boldogság számunkra.